Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Rishántúlban, ahol egy malom épül. Kovács Ádám megyeközés elnökével beszélgetünk. Itt vagyunk a sokadik szinten, ahol éppen dolgoznak. Szinte már csak romjaiban látszik a régi malom. Így van. Nagyon jó érzés az, hogy az a malom, amelyik több mint 20 évvel ezelőtt bezárt és nem működik, újból működni fog, újból örülnek. Egy kukoricamalom lesz, 1,5 milliárd forintos beruházásból felújítanak a mai kor megfelelő körülményeinek, és nagyon jó az, hogy látni azt, hogy Magyarországon újból és Karcagon élelmiszeripari beruházás lesz, több mint 50 embernek fog munkát adni ez az új működő malom, és hát láttuk azt, hogy vannak olyan részek, amiket már nem lehet felújítani, lesznek új épületek, lesznek olyan részek, ami felújítható, és ez a 1,5 milliárd forint ide kerül befektetésre Karcagra, és újból lesz egy malma Karcagnak, egy igazi működő malma. És hát reméljük, hogy külföldre is tudnak majd innen szállítani jó karcagi lisztet. Így van, ez érdekes, ez nem búzaliszt lesz, hanem kukoricamalom. Kukoricalisztet fognak itt őrölni, mert egyre nagyobb érdeklődés van a gluténmentes élelmiszerek iránt. A tésztákban, a különböző sütőipari termékekben egyre több kukoricalisztet használnak fel, és nagyon jó az, hogy a magyar liszt az GMO-mentes, jó minőségű, a magyar kukorica is, és ezért komoly igény van külföldön is ezekre a termékekre, és ebben beszéltem a tulajdonossal, szándékoznak külföldre is szállítani, exportra is nagy mennyiséget. És hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy itt rengeteg kukoricaterem a környéken, tehát ez egy felvásárló terület is lesz. Így van, én azt látom, hogy egyre jobban éled újjá a magyar élelmiszeripar, hiszen Tiszapüspökivel ugyanúgy egy kukoricaüzem, egy kukoricafeldolgozó üzem, ahol izocukrot, alkoholt állítanak elő kukoricából, itt kukoricalisztet, és az a legjobb, hogy a kukorica minél jobban, az alapanyagok minél jobb feldolgozottságban kerülnek külföldre, és a haszon itt marad Magyarországon, és a munkahely pedig itt lesz Karcagon, és örülök annak, hogy újból molnárok, malomipari szakemberek újból munkát kaphatnak Karcagon. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen!